Köszöntjük a Líceum televízió nézőit! Önök a Hírlánc műsorát látják. Főbb híreink egy-egy mondatban. A Környezettani Intézet által rendezett tudománynapi konferencia kiegészült a természeti és kultúrtörténeti értékeket bemutató környezettan szakos hallgatók fotókiállít. Hogyan viselkednek alacsony hőmérsékleten a különböző anyagok? A Nagyvilág kis csodái elnevezésű kurzuson legutóbb nitrogénnel folytatott látványos kísérleteket láthattak a jelenlévők. Stílusváltozatokról, nyelvújításról és a nyelv mai helyzetéről tartott előadást dr. Kalcsó Gyula a Globalizáció, Hagyomány és Alternatívák programsorozat keretében. Híreink bővebben. A tudomány ünnepe kapcsán a Környezettani Intézet ökológiai témában tartott egésznapos előadássorozatot. Második alkalommal rendezték meg főiskolánkon a Környezettani Tudományos Napot. Délelőtt a Varázstoronyba, délután a D-épületbe várták az érdeklődőket a Környezettani Intézet munkatársai. Minden évben úgy gondoljuk, hogy a tudomány napjához, pontosabban a tudomány ünnepéhez kapcsolódóan novemberben egy napot arra szánunk, hogy a Környezettani Intézet munkatársai, hallgatói, oktatói találkoznak egy olyan beszélgetésre, ahol részben különböző az oktatók által végzett kutatómunkákból született előadások hangzanak el, másrészt hát a hallgatók közvetlen, direkt formában értekezhetnek ezeknek a tudományos munkáknak a szerzőivel, tehát egy kölcsönös beszélgetés is egyben. A délutáni konferenciát megelőzően fotókiállítás megnyitójára is sor került. Ez a környezettanszakos hallgatók munkáiból készült kiállítás, különböző természeti és kultúrtörténeti értékeket mutatnak be nekünk rajtuk. A plakátok megtekintése után az érdeklődők 7 előadást hallhattak a környezettudományok különböző területeiről. Többek között a Sosfőkúti tölgyes növényvilágáról. Kísérletek -196 fokon címmel tartott előadást dr. Vida József, a fizika tanszék tanára, a Nagyvilág kis csodái elnevezésű kurzuson. -196 fokon lehettünk tanúi újabb csodáknak, főiskolánk természettudományi kara által szervezett Nagyvilág kis csodái című előadássorozat legutóbbi bemutatóján. Nitrogénnel történt a kísérletezés, azt vizsgáltuk, illetve azt mutattam be, hogy a különböző anyagok azok hogy viselkednek ilyen alacsony hőmérsékleten. Ilyen alacsony hőmérséklet, -196 fok, a Földön, a természetben nem létezik. Ezt a nitrogénnek a cseppfolyósításával tudják megoldani, és így sikerült ezzel a folyadékkal azokat a kísérleteket elvégezni, amik érdekesek lehettek a hallgatóság számára is. A látványos kísérletek korántsem veszélytelenek, nagy odafigyelést igényelnek. Ezek régi begyakorlott kísérletek, évek óta végzem ezeket a kísérleteket, nem csak a Nagyvilág kis csodáin, hanem iskolákba megyek kísérleti bemutatóra, meghívnak különféle iskolanapokra, veszélyes a kísérlet, de ha valakinek gyakorlata van ebben, akkor már egyáltalán nem mondható veszélyesnek. Az előadás sorozat kémiai kísérleti bemutatókkal folytatódik. Dr. Kalcsó Gyula Globalizáció és Nyelv című előadása a nyelv mai helyzetét mutatta be. Az értekezés a Globalizáció, Hagyomány és Alternatívák programsorozat részét képezte. A Kepesgyőrt Szakkollégium által szervezett Globalizáció, Hagyomány és Alternatívák című előadás sorozat következő részében dr. Kalcsó Gyula tartott előadást Globalizáció és Nyelv címmel. A jelenlevők stílusváltozatokról, nyelvújításról, standardizációról, illetve a nyelv mai helyzetéről hallottak beszédet. Valójában én azt szerettem volna itt elsősorban hangsúlyozni, hogy az utóbbi években, évtizedekben a standardhez való viszonyulás jelentősen megváltozott. Éppen ezért én úgy érzem, hogy nagyon nagy felelőssége van a közoktatásban tanító pedagógusoknak, nem csak a magyar tanároknak, hanem minden pedagógusnak, hogy a nyelvvel, a magyar nyelvvel kapcsolatban mit tanítunk a diákoknak. Az előadást a téma kapcsán kialakult vita és beszélgetés zárta. A vizsgajelentkezésekkel kapcsolatos változásokról Kalóné Szűcs Erzsébet, a Tanulmányi és Információs Központ igazgatója adott tájékoztatást. Lassan közeledik a szorgalmi időszak vége, és kezdődik a vizsgai időszak.
Ezúttal a vizsgákra való jelentkezést már az új Neptun rendszerben kell megtenniük a hallgatóknak. A januárban záró vizsgázók számára a rendszer már november 20-án megnyílt, és hamarosan az alsóbb évesek is jelentkezhetnek. December 1-én már megnyitjuk számukra nappali tagozaton. A nem nappali, tehát levelező esti tagozatos hallgatóknak, vagy távoktatás formában tanuló hallgatóknak pedig december 2-án nyílik a Neptun rendszer a vizsgára jelentkezésre. Az új Neptunban történt némi változás, amit mind a hallgatóknak, mind az oktatóknak ajánlatos észben tartani a vizsgaidőszak alatt. Nagyon fontos információ a hallgatóknak, hogy ebben az új programban csak akkor tudnak javító vizsgára, vagy közismertebb néven utóvizsgára jelentkezni, hogyha az oktató az elégtelen osztályzatot előzőleg már berögzítette a rendszerbe. A vizsgaidőszak december 20-ától január 31-ig tart majd, az indexek pedig már december 6-ától felvehetők a tanulmányi osztályon. Az EGRI francia napok már 5. alkalommal kerültek megrendezésre. Idén a zárónap is bővelkedett érdekességekben. Az érdeklődők megismerkedhettek Loire-Atlantik francia megye sajátosságaival, továbbá francia divattervezőkről és a francia divatról is hallhattak. Az 5. EGRI francia napok utolsó napján különböző francia nyelvű előadásokat tekinthettek meg az érdeklődők. Az első 3 prezentációban Franciaország atlanti partvidéki régióit mutatták be, ugyanis Loire-Atlantik francia megye, Heves megye testvérmegyéje. Végül a francia divatról és híres francia divattervezőkről esett szó. Donc nous sommes toutes les deux tanár, francia tanár. Francia lektorként tanítani jöttem ide Egerbe. Tanárbarátaink vezettek be mindkettőnket a francia napok szervezésébe. Nekem, ami a legjobban tetszett a 3 nap műsorszámaiból, az a Kimiktig volt. De a többi előadásra is nagyon meg voltam elégedve. Azért jöttem ide egy nem frankofón országba, hogy megtanítsam az embereket a francia nyelv rejtelmeire. Továbbá nagyon érdekel a magyar kultúra is. Nekem legjobban a csütörtök esti színház és videó performance tetszett, hiszen én voltam a főszervezője. A záró rendezvényen egy meglepetés színházi előadással várták a vendégeket, majd a Kimiktud és a helyesírási verseny eredményhirdetésére került sor. Az estét diszkóval zárták napjaink francia zenéjével. Elszenvedte 2. vereségét az EKF Hész gépszolgáltató ESE a férfi kosárlabda NB1B 9. fordulójában. Az alapszakaszban egy nyeretlen Jászberényi KSE otthonába látogató egriek meglepően nagy különbséggel maradtak alul. Parádés első félidőt produkált a Jászberényi KSE, az EKF Hész gépszolgáltató ESE ellen pénteken a férfi kosárlabda NB1B 9. fordulójának nyitó meccsén. Az első félidőben az eddig még nyeretlen és utolsó helyen álló jászsegiak 10 triplát szórtak, amire a vendégegriek nem tudtak érdemben válaszolni, ezzel 24 pontos különbséggel fordultak a 2. játék részre. Ekkor az EGRI gárda védekezésben és támadásban is feljavult, de a mérkőzést már nem tudta megfordítani, mert a Jászberény végiguralta a mérkőzést. Ezzel 103-87 arányban megszerezték idei első győzelmüket. Az LKF Hész vereségével is megtartotta a 2. helyet a tabellán, a Salgótarján mögött, legközelebb pedig a Magyar Kupában mérkőzhet a továbbjutásért. Kedves nézőink, önök a Líceum Televízió hírműsorát, a Hírláncot látták. Viszontlátásra!